fiatal pályakezdő végszakmunkások, akik kezdtük a munkát. Negyed évszázados fennállását ünnepelte néhány napja Nyíregyháza egyik legismertebb pékssége. A tulajdonos születésnapi partit rendezett, ahová a partnerek mellett a vállalkozás összes munkatársát meghívták. Lakatos Tibor elmondta, hogy 1991-ben egy 25 négyzetméteres apró üzemben kezdték a pékárukat sütni, három pályakezdő munkatársal. Ma pedig 50 alkalmazottal dolgoznak egy 500 négyzetméteres kisebb fajta gyárban. A tulajdonos Törzsgárda címmel és ehhez járó prémiummal ajándékozta meg a hűséges dolgozókat. Ennek örülök, hogy a mai rendezvényen minél több Törzsgárdát tudtunk átadni, és az nagyon fontos a mai világban, hogy a dolgozókat megbecsüljük, és a dolgozók is megbecsüljük a munkájukat. Azt hiszem, a mai világban egy nagyon egy értékes dolog. Az ünneplés mellett arról is szó esett a rendezvényen, hogy jövőre nagy kihívások elé néznek a pékségek. A minimálbér és a szakképesítéssel rendelkező garantált bér minimuma ugyanis jelentősen megemelkedik január 1-től. Ez a Magyar Pékszövetség szerint hatalmas kiadást jelent majd a vállalkozásoknak. Septe József arról is beszélt, hogy a pékségeknek nagy segítség lenne, ha különböző fejlesztési forrásokhoz jutnának, mert akkor automatizálhatnának különböző munkafolyamatokat. Ez egy nehéz munka, javarészt éjszaka van, nehéz fizikai munka, és azt gondoljuk, hogy ha tudnánk fejleszteni, tudnánk gépesíteni, akkor a dolgozók helyzetén is valamilyen szinten tudnánk könnyíteni. Nagy bajba vagyunk, mert nagyon sok ember elment külföldre dolgozni, illetve akik nem külföldre mentek, azok más ágazatokba mentek dolgozni, olyan ágazatokba, ahol jobban tudnak keresni. A pékek azt szeretnék, ha valamilyen kormányzati kompenzációban részesülnének. Azt mondják, ennek érdekében készek tárgyalóasztalhoz is ülni a szaktárca képviselőivel.